No, adatbázis kezelésből volt egy feladat, amit én felraktam a Google Drive-omra, és már le is töltöttem, de ugye ez volt az adatbázis, volt benne két file, egy ami igazából értelmes, egybe meg majd a megoldásokat kell rakni, és volt egy feladatsor, ezt én szépen előbb letöltöttem már, elviekben a letöltések között kell lennie. Na, vak vagyok, nem látok. Eszközök letöltések. Ja, itt van. Az asztalra kimásolom egy új mappába, csak hogy meglegyem. Data. Base. Adatbázis. Ez lett a mappa neve. Beillesztem a feladatokat, és akkor nézzük, hogy mi az, amit kell csinálni. A feladatban az Egyesült Királyság területén rögzített napsütéses időszakok adatait rögzítő adatokkal kell dolgoznia. Na, kifagyott az Adobe Acrobat Reader, amikor ezt a felvevő programot használom, akkor nem tudom miért. Egyébként teljesen jól működik, csak a felvevő programmal együtt nem. No, megnyitom Google Chrome-mal, és akkor abból biztos nem lesz gond, azzal nem tud összeakadni. Szóval, Királyság, Egyesült Királyság területén rögzített napsütéses időszakok adatait rögzítő adatokkal kell dolgoznunk. Adatok között rendelkezésre állnak mérési értékek Anglia, Skócia, Wales és Észak-Írország területére. A mérési értékek havi szinten percre kerekítve lettek rögzítve. Adatbázis a következő táblákat tartalmazza, van egy régiók táblánk, van egy ID, ami egy egész szám, ez egy azonosító, elsődleges kulcs, van egy régió név, ami szöveg, terület neve, van egy mérések táblánk, amiben van egy ID, egy év, egy hónap, egy régió ID és egy perc. Az ID egész szám, a mérési érték azonosítója, ez egy elsődleges kulcs. Az év az egész szám, a mérés évét mutatja meg, a hó az egész szám, a mérés hónapját mutatja meg, a régió ID egész szám, a mérési terület azonosítója, foreign key, azaz idegen kulcs. A kulcs a másik tábla, vagyis az idegen kulcs a másik tábla elsődleges kulcsával van kapcsolatban, ezt itt az ábrán is lehet látni, tehát a régiók ID az ugye egy elsődleges kulcs, az van kapcsolatban a mérések tábla régió ID mezőjével, ami egy idegen kulcs. Táblák közötti kapcsolatot itt alul mutatja az ábra. Azt mondja, az elsődleges kulcsokat PK-val, az idegen kulcsokat FK-val jelöltük, van még egy perc nevezetű érték is, ami egész szám mérési adatok havi összesített értéke percben. Jó. A feladatok megoldására elkészített SQL parancsokat a megoldások SQL állományba illesse be, a feladatok végén zárójelben jelölt sor alá, a javítás során csak ennek az állománynak tartalma lesz értékelve. Ez vagy egy kiadott minta feladatsor, vagy egy másik iskola által összeállított próbaérettségi feladatsor, most már nem emlékszem, talán minta feladatsor volt. Középszintű minta feladatsor. Azt mondja, hogy ügyeljen arra, hogy a leképezésben pontosan a kívánt mezők és mezőnevek jelenjenek meg, felesleges mezőt ne jelenítsen meg. Rendben. Adatbázis kezelésnél mi az XOMP nevezetű programot szoktuk használni, ami ugye lokálisan telepít föl, tehát a helyi gépre telepít föl egy webszervert, egy MySQL szervert, meg egyéb dolgokat. Nekünk ez a kettő fontos, tehát a MySQL meg a webszerver. Ezt is indítom el, tehát MySQL start, meg Apache azt is start. Ha mind a kettő elindul hiba nélkül, akkor szépen zölden jelzi. MySQL-nél rákattintok az admin fűre, és akkor a böngésző meg is nyitja a PHP MyAdmin-t, amivel keresztül a MySQL adatbázisokban tudok dolgozgatni. Jó, hát erre az ablakba igazából nincs szükségünk. Ezt lerakom tálcára, kell nekünk a PHP MyAdmin és kell nekünk a feladatsor. Hozzon létre a lokális SQL szerveren napsütés néven adatbázist. Hát adatbázist létrehozni, ugye úgy lehet, hogy rákattintok itt bal oldalt arra a gombra, hogy új.
megkérdezi, milyen legyen az adatbázis neve, nap sűrűtes. Az illesztést azt pedig, itt mondja a feladat, hogy milyenre kell, alapértelmezett rendezési sor egy magyar szabályok szerinti legyen, ha azon által választottás követ nem alapértelmezés az UTF-8 kódolás, akkor ezt állítsa be alapértelmezetnek az adatbázis létrehozásánál. Tehát akkor UTF-8 Hungarian CI-re van nekünk szükségünk. Itt is van, itt van. Az adatbázis akkor jön létre, amikor rákattintok a létrehozás gombra. Most ha megnyitom a megoldásuk SQL fájlt, amit ugye kimásoltam az asztalra a database mappába, adatbázis, megoldásuk SQL, akkor ide már kéri az első feladat megoldását. Ugye valami lefutott szépen a háttérben, valamilyen SQL utasítás, ezt itt a konzolba lehet megnézni, ha azóta nem kattintottam sehova, már pedig itt nem kattintottam a PHP MyAdminba sehova, ezt az utasítást, ami itt van alul, kimásolom, és beillesztem ide az első feladathoz, mert ez az első feladat megoldása. Hozzunk létre adatbázis NAT, napsütés néven alapértelmezett karakterkódolás UTF-8 legyen, ami illeszkedjen a magyar nyelvhez. Tehát Create Database, adatbázis neve, default karakter set UTF-8 kód, collate UTF-8 Hungarian CI. Általában ez az első feladatnak a megoldása. Ezt a fájlt érdemes sűrű menteni. Következő feladat. Az adatbázis SQL állomány tartalmazza táblákat létrehozó, és az adatokat a táblába beszúrva SQL parancsokat. Futtassa az adatbázis SQL parancs fájlt a napsütés adatbázisban. Ez magyarul azt jelenti, hogy importálnunk kell az adatbázis SQL nevezetű fájlt. Tehát itt kiválasztom a saját adatbázisomat, amivel most dolgozok, ez a napsütés, importálás gomb, tallózással kiválasztom a megadott fájlt. Ugye nálam az asztalon, database, adatbázis, és itt van adatbázis SQL. Megnyitás gombra rákattintottam, ilyenkor csak ide betölti a magát a fájlt, akkor történik meg az adatok importálása, amikor rákattintok az indítás gombra. Na most, lefutott az importálás. Hogy mi volt ebbe a fájlba benne, simán meg lehet nézni egyébként egy szövegszerkesztővel, vagy egy jegyzettömbbel. De most Notepad++-szal fogom megnyitni. Itt van, hogy mi volt benne ebbe a fájlba. Ugye úgy kezdi, hogy Drop table if exists, tehát van benne egy ellenőrzés, hogy ha már létezne ez a két tábla, ez a mérések és a régiók tábla, akkor törölje ki. Drop, ez a törlést jelenti mindig, eldobást. A table az az, hogy a táblát, if exists, ha létezik az adott tábla. Tehát ez csak egy ilyen ellenőrzés, hogyha valamiért már volt egy ilyen adatbázis, és voltak benne ilyen adatok, akkor szépen törölje ki. Aztán utána jön két olyan utasítás, amivel létrehozza a táblát, meg a tábla szerkezetet, ez a create table, meg a másik create table. Create table ugye készítsen adatbázis, táblát, bocsánat, mert a database az adatbázis. Create table hozzon létre táblát, régiók néven, következő mezőkkel, itt föl van sorolva, hogy milyen mezők legyenek benne, és a mezőknek milyen beállításai legyenek. Az ID az ugye egész típusú, tehát ezért van ott, hogy int, not null az azt jelenti, hogy nem engedélyezett az, hogy üres legyen. Régiónév, varkar az szöveg, és ez se lehet üres. Constraint PK régió, primary key, ID. A régiók táblában ez egy ilyen kapcsolatot hoz létre. Régiók táblában? Igen. Nézzem, nem, elfelejtettem a tábla szerkezetet. Igen. Elsődleges kulcs az ID, ami
ami elsődleges kulcs. Hát igazából kap egy... Hát majd a későbbiekben megbeszéljük ennek az utasításnak pontos mivel létét, de az a lényeg, hogy elsődleges kulcsot hoz létre az ID mezővel. Aztán jön egy mérések tábla, létrehozza a mérések táblát különböző mezőkben, itt vannak a megfelelő értékek, int az ugye egész típusú, az auto increment az azt jelenti, hogy automatikusan növelje az értékét, tehát ha én létrehozok a mérések táblába egy új egyedet, akkor annak az idejét nem én fogom beírni, hanem az automatikusan létrejön. Az auto increment az azt jelenti, hogy automatikusan jön létre, not 0 az mindenhol azt jelenti, hogy nem lehet üres az értéke. Itt létrehozza az elsődleges kulcsot, ami ebbe a mérések táblába az ID nevezetű mező lesz, itt pedig létrehozza a kapcsolatot a két tábla között, igazából ez hozza létre a kapcsolatot. Idegen kulcs a régió ID, ami a régiók tábla ID mezőjével van kapcsolatban. Aztán jön egy olyan, hogy insert into, tehát illesszem be a meglévőt táblába értékeket. Insert into, megadjuk a tábla nevét, values, után felsoroljuk, hogy milyen értékeket, és utána a következő táblát is feltölti értékekkel, insert into mérések, values, és itt szépen felsorolva. Egymás után sok utasítás, illetve nem is utasítás, mert utasításban nincs túl sok, inkább rengeteg adat van benne. Tehát ezzel föltölti, létrehozza a táblákat, létrehozza a táblák közötti kapcsolatot, és föltölti a táblákat értékekkel. A középszinten igazából nem kell tudni, de azért érdemes tudni, hogy mi az, ami a háttérben lezajlik. Tehát, hogy létrehozunk egy adatbázist, az adatbázisba táblákat hozunk létre, a táblák között kapcsolatokat hozunk létre, és feltöltjük a táblákat adatokkal. Ezt most bezárjuk. Tehát importáltam mindenféle adatot, amire szükség van, és akkor nézzük a feladatokat. Azt mondja, javítsa ki a régiók adattáblában Észak-Írország nevét, Észak-Írországra. Megkeressük a régiók táblában. Itt van Észak-Írország, ezt kell módosítani. Rámegyek, hogy módosítás, és átírom szépen. Azt mondjuk, hogy indítás, ugye le fog futni egy valamilyen lekérdezés, vagy SQL utasítás. Ezt frissítette, módosította az adatokat, és amit nekünk kell, az ez, ami itt van, ez az update régiók, set régiónév, Észak-Írország, ver régiók ID egyenlő 4. De ezt itt a konzolba is. Konzolba, nem? Ugye emlékeztem, hogy a konzolba is mutatja. Na mindegy. A lényeg az, hogy ezt kell nekünk innen kimásolni, és beillesztenünk a harmadik feladathoz megoldásnak. Tehát update, régiók, tehát hogy frissítse a régiók adatbázisban, set, hogy melyik mezőt, milyen értékre, ahol a régiók ID 4. Tehát általában azt is lehetne adni, hogy ver régió pont, vagy régiók pont régió név egyenlő észak Szóközírország, tehát ahogy eredetileg volt, azt frissítsük, tehát az is lehetett volna itt a verágban, de itt, amit nekünk ez most visszaadott, az elsődleges kulcsra vonatkozó beállítás, mert hogy az elsődleges kulcs ez egy olyan adat, amiből az összes többi adatát ki lehet szedni egy adatbázisból, vagy egy táblából az adott egyednek. Ez is egy jó megoldás, mint mondom, az is jó megoldás lenne, hogyha azt szeretne, hogy ver régiók pont régió név, nem így van, hanem így van, régió név egyenlő, hát és ahogy eredetileg volt, az is egy jó megoldás. Így volt eredetileg. Több jó megoldás is van, ez a szépsége a
a számítástechnikának, informatikának, hogy nem csak egyféleképpen lehet megoldani dolgokat. Jó. Azt mondja, hogy ezt elmentem, és nézzük a következő feladatot. Hány mérési adattal rendelkezünk az adatbázisban? Jelenítse meg a rekordok számát. Egy rekordszám nevű számított mezőben. A mért értékek átlagát pedig egy átlag nevű számított mezőben. Az átlag értéknél a tizedes jegyek száma tetszőleges lehet. A rekordok száma. Hát itt valószínűleg a mérésekre gondol. Ha rákattintok a mérések táblába, akkor megmutatja, hogy hány sor van, mennyi adat van ebben a táblában. Itt fölül kell nézni, nem pedig itt, hogy 25. Igen, egy oldalon 25 sort jelenít meg, de összesen 4320 sor van. És ez jött két végeredménynek, tehát ezt kell nekünk is valahogy kihozni. Rámegyek az adatbázis nevére, napsütés, lekérdezést hozok létre, belerakom a mérésekből az azonosítót, amit össze fogok számolni, hogy hány darab van belőle, illetve egy átlagot fogok még számolni. Az átlagot azt pedig a mérések percen kell megcsinálnunk. Jó, tehát ha lesz egy mérések időnk, egy mérések percünk, ez még egyáltalán nincs kész ez a lekérdezés, de ez a két mező ez kell hozzá. Azt mondom, hogy lekérdezés frissítése, lekérdezés is indítása, kilistázza az összes azonosított, kilistázza az összes percet, de ez még mindig nem jó megoldás, ezt nekünk egy picit módosítanunk kell. Ugye össze kell számolnunk, hogy hány rekordunk volt. Tehát a mérések azonosítóit, ami mindig egyedi érték, ezt összeszámolom, hogy mennyi van. Ezt a count-tal lehetséges. És úgy kell megjelenítenünk, hogy rekordszám, tehát kell egy alias nevet adni neki, egy ezt, és azt mondom, hogy rekordszám. Aztán a mérésekre pedig egy átlagot kell számolnunk, az átlag függvény az az average. A mérések, vagyis a percértékeket átlagolja, és azt átlag néven írja ki, tehát ez idézőjelek között azt mondom, hogy átlag. Na most lefuttatom a kérdezésemet, és akkor lehet látni az eredményt, hogy rekordszám 4320, átlag 6604, egész 79, ugye nem kerekítettünk. Azt mondja a feladat egyébként, hogy mindegy a tizedes jegyek száma. Ha számítana a tizedes jegyek száma, akkor még lehetne olyat csinálni, hogy round, emlékeim szerint, az a kerekítés. Nem? Nincs ilyen. Recover range, replace, roll up, roll. Akkor hülyeséget mondtam, de mindjárt elkeresünk. Ez csak nem ismerte fel. Tehát van ilyen, hogy round, ez a kerekítés, meg kell adni, hogy mit, hány tizedes jegye. Ugye most egészre kerekítettem, ha két tizedes jegye kerekítenék, akkor kapnám ugyanazt az értéket, mint ami mintában volt. Tehát a round-dal lehet kerekíteni. Azt kell tudni a függvényekről, hogy beírjuk a függvény nevét, és egyből egy zárójelnek kell jönnie, mert hogyha hagyok egy szó közt, az nem lesz jó. Tehát azt mondom szerkesztés helybe, és mondjuk itt a countnál hagyok egy szó közt, akkor egyből hiba üzenetet ír ki. Kitörlöm a szó közt, akkor meg újból jó a lekérdezés. Tehát round nélkül is jó lenne ez a lekérdezés, persze. Most csak megmutattam, hogy hogyan lehet kerekíteni. Hogyha
meg van határozott, hány tizedes egynek kell lennie. Jó, tehát select count mérések ID, ez rekordszám, megszámoljuk hány mérés azonosító van, rekordszám néven. Aztán az AVG-val kiszámoljuk a mért perceknek az átlagát, és ezt kerekítem utána egy rounddal, és átlag néven írom ki a mérések táblából. De ezt látjuk itt ebbe a lekérdezésbe. Na nézzük tovább, mi van még. Készítsen lekérdezést, mely Anglia évenkénti napsütéses óráinak számát adja meg 1990-2000 időszakban, időrendben visszafelé. A számított mező neve órák legyen, a tizedes jegyek száma tetszőleges lehet. Ja. Azt mondja, hogy egyesi királyság területén, Anglia, Skócia, Wales. Oké, és a régiókban vannak benne, hogy milyen területeken, a mérésekben van benne a többi adat. Úgyhogy kell nekünk egy új lekérdezést készíteni. Az első helyre be fogom rakni a régiókból a régió nevet. Ugye Anglia kell nekünk, mint régió, tehát a feltételhez azt fogom beírni, hogy like. Szöveges mezőknél működik ez az összehasonlító operátor, ez a like. Operátor? Hát igen, nevezzük operátornak. Azokat keresem, ahol Anglia szerepel, tehát a feltételhez azt írom be, hogy Anglia, de ennek nem kell megjelenni az eredményben, úgyhogy a megjelenítésből kiveszem. Aztán kelleni fognak az évek, tehát a mérések évei. Ezt belerakom szépen. Aztán kell az óra, hát azt majd valahogy ki kell számolnunk. Az órát, hát nyilvánvalóan a percadatokból fogom megtudni, tehát hozzárakom a percadatokat. Még mindig nincs kész a lekérdezésünk teljesen, de ez lesz az alapja az egész lekérdezésnek. Ha elfogynának az oszlopok, ugye, hogy mint elfogytak, és most kellene még további feltételek valamilyen mezőkre, akkor itt lehet hozzáadni oszlopokat. Most nem. Ezt így, ahogy van, azt mondom, a lekérdezés frissítése itt alul megjelenik, ameddig megvan a jelenlegi lekérdezésünk. Le is futtatom. Hát ilyen marhaságokat írt ki, mert hogy még nem jó az eredmény. Azt mondja, hogy az, hogy minden mérés éve csak egyszer jelenjen meg, és azon belül tudjak én összeget számolni, ahhoz nekem az adatokat mérés évek szerint kell csoportosítanom. Tehát akkor mi kell folytatnom tovább a lekérdezésemet, hogy group by, azaz csoportosítson valami szerint. Én a mérések éve szerint szeretnék csoportosítani, tehát nyilván azt írom ide be. Aztán nekünk nem az órákat, vagy nem a perc értékeket kell kiírni, hanem óra értékeket. Hát ezt hogy fogom megkapni? Ugye úgy kapom meg, hogy először is összeszámolom, hogy ha csoportosítottam évenként, akkor az évenkénti adatokat tudom összesíteni, összeadni. A sum függvényen lehet összeadni értékeket, tehát összeadom az adott évekre kiszámított perc értékeket. Aztán ami kijön érték, azt elosztom 60-nal, mert hogy akkor fogom megkapni órában az értékek. És nekünk azt kell kiírnunk, hogy órák. Tehát egyszer kell szerepelni az évnek, meg egyszer annak, hogy órák. Ez, idézőjelek közé beírom, hogy órak. Na, lefuttatom, hát ha jó lesz. Azt mondom, hogy indítás. Megjelentek az évszámok, szépen növekőben. Mellette pedig az óraértékek, mondjuk 2000-es évfolyam nincs itt. Mi kell, mit rontottam el? Ugye semmit nem rontottam el. Annyit rontottam el egyébként, hogy nem adtam feltételt az évszámnak, itt van, hogy milyen időszakra kell, és visszafelé kell időrendben. Tehát akkor módosítsunk egy kicsit. Kell még feltételnek beírnunk. Ugye azt kell már még feltételnek beírnunk, hogy és a mérések év hogy is van?
Az adatok között nem határozzák meg, hogy milyen évek között van, de biztos, hogy nagyobb időszakban van. Tehát mérések év, két érték között, ha van, akkor tudjuk használni ezt a between nevezetű hát, függvény. Feltétel megadásra szolgál, igazából megadjuk az alsó és a felső határértéket, úgy kell megadni, hogy beírjuk a between szót, ilyen az alsó határérték, aztán egy end, és a felső határérték. Akkor a felső és az alsó határértéket is beleveszi, tehát between 1990, end 2000. Jó, tehát most elméletben, ha végig gondoljuk, akkor csak a 90 és 2000 közötti értékek jelennek meg, és valóban csak azok jelennek meg. Egy dolgot még be kéne állítanunk, még pedig azt, hogy évszámok szerint csökkenőben legyen. Tehát időrendben visszafelé. Tehát volt egy szelektünk, kiválasztottuk a mérések jelet, évet. Kiszámoltuk a perceknek az összegét, elosztottuk 60-nal, akkor kaptuk meg az órákat, hogy az éveket, minden évet csak egyszer írjon ki, és éveken belül tudjon összesíteni, ezért kellett a group by. A feltételben ugye beleírtam elsőre azt, hogy csak az angliaiakat figyelje, és ugye itt volt a feladatban 1990 és 2000 közötti időszak, tehát azért kellett még ide ez, hogy a mérések évértéke két érték között van, 99 és 2000 között, és akkor jön még egy rendezés, a rendezés angolul order by, utána meg kell adnunk, hogy melyik mező szerint rendezze, ugye a mérések év mező szerint akarunk rendezni. Ha csökkenőbe kell rendezni, az az ascending, a SC, ha csökkenőbe kell, az a descending, DESC. Desk. Most megnézzük, akkor látszik, hogy igen, az az eredmény, mint ami ott van. 2000, 1990, 1438,2, 1500, akármennyi. És akkor még itt is lehetne használni a kerekítést, de megint azt mondja a feladat, hogy a tízes évek száma tetszőleges lehet. Tehát most nem kell. Elmegyek arra, hogy szerkesztés helyben, kijelölök mindent, ami itt van. És ez a megoldása az ötödik feladatnak. Hatodik feladat. Mely évek februári hónapjaiban volt 6000 perc felett a napsütés és időszak hossza, a lekérdezés rendező időszak hossza szerint csökkenőben. Akkor a napban lekérdezést kell csinálni, hozzáadjuk az évet, mérésekből az évet, hozzáadjuk a mérésekből a percet, és szükségünk lesz még arra, amiből a területet megállapítjuk, az ugye a régió név, csak egy alias nevet kell adni neki, és február hónapra vonatkozik minden, tehát kellene a hónap is, elfogytak az oszlopaink, hozzáadunk egy oszlopot, most itt elviekben megjelent egy új oszlop, így van, ide hozzáadom a hónapot, de azt nem fogom megjeleníteni, és a hónaphoz beírhatom egyből feltételnek, hogy kettő. Ugye minden évben egy február hónap van, tehát nem kell csoportosítanunk még év szerint sem. A perceket ő automatikusan azt hiszem össze fogja adni, a terület az meg jó lesz. Jó, tehát ez kell a lekérdezésünkbe, azt mondom lekérdezés frissítése. Ott még egy dolgot kihagytam, hogy a percnél, ami 6000 percnél több volt, tehát akkor azt írom be feltételnek, hogy nagyobb mint 6000. Na most frissítem, és mutatom le a lekérdezést. És így már látszik az eredményem. Tehát évszám, mérések, perc, évperc. Ezt a régió nevet, ezt nekem területként kell kiírnom. Akkor írok ide egy aliaszt, AS. Terület. Aztán a kapcsolat az jó, a feltétel az jó, csak egy rendezés kell, mégpedig időszak hossza szerint csökkenőben. Tehát akkor kiegészítjük egy rendezésre, ami ugye az order by, és a mért perc értékek szerint kell rendezni.
Elindítom. Jó is lenne, csak csökkenőben kell rendezni. Én meg itt hagytam, nem írtam hozzá semmit, ilyenkor automatikusan növekvőben rendez. Csökkenő az a desk ending, tehát a desket elfelejtettem hozzárakni. Ugye itt csak azt mutatja, hogy így kezdődik a megoldás, ennél több más, tehát folytatódik, nem minden értéket mutat. Ha az lenne a feladat, hogy csak az elsőt írjuk ki, akkor lehetne olyat csinálni, hogy azt mondanánk az order by után, mondjuk, hogy limit, nem tudok helyesen írni, limit 1, akkor csak egyet fog kiírni, még pedig a legnagyobbat, mert hogy csökkenőben rendeztem. Ha az első 3-at kéne kiírni, akkor azt tudnám mondani, hogy limit 3. És akkor 3-at ír ki. Most ennél feladatban ilyen nem kellett, csak megmutattam, hogy van ez a limit nevezett dolog, amivel meg lehet mondani az adatbázis kezelőnek, hogy hány értéket adjon vissza eredményünk. Mondjuk, hogyha lenne 1500 sor, és lefuttatom a lekérdezést, akkor is kiírna 100 sornyi eredményt, de nekünk csak az első 50-et kell figyelembe venni, akkor mondjuk limit 50-nel le tudnám ezt szűkíteni. Tehát ez a megoldás ennek a feladatnak. Évet, percet, régió nevet belerakjuk, a régió névhez csinálunk egy aliaszt, kapcsolatokat, ahogy automatikusan megcsinálja. A percre adunk egy feltételt, hogy nagyobb, mint 6000, hiszen itt volt, hogy 6000 perc feletti, egyes kapcsolattal megadjuk, hogy február hónap, azaz a hónap száma 2, és rendeztünk, és ennyi a hatodik feladat megoldása. És ezzel kész van egy középszintű adatbázis kezelés feladat informatikai ismeretekből. Úgy kell leállítani ezt az egészet, ugye maga az adatbázis az maradhat, mert azzal most nem okozunk túl nagy hibát, hogy nem működik. Innen hát egyszerűen a böngészőbe tudunk lépni, vagy be tudjuk zárni a böngészőt, de magát a... Na... Nincs meg, légy szíves. Így van. Magán a control panelen az X-ant-nak le kell állítani mind a két szervert, tehát a webszervert is, MySQL szervert is. Utána lehet kilépni ebből az egészből, mert hogyha lezárom, vagy bezárom, akkor is ide rakja a tárcára. Ki lehet lépni, és utána lehet leállítani a gépet, mert ha nem lépünk ki, vagy nem állítjuk le a lokális MySQL, illetve a webszervert, akkor mikor leállítjuk a számítógépet, az hibát fog jelezni, vagy hiba üzenettel fog kijelentkezni, vagy leállni a gép. Így biztosan nem, hogyha előtte normálisan leállítom minden programot. Jó.